A bábolnai általános iskolában a mindennapi oktatás során fontos szerepe van az egészséges életmódra való nevelésnek. A felső tagozatosokat november 10-én számos olyan esemény várta, amelyből tanulhattak vagy frissíthették tudásukat. Hát ugye, ha van otthon sebb tapaszt, általában van sebb tapaszt. Azt tudjuk, hogy november az egészség hónapja, és a bábolnai általános iskola mindig nagyon sokat ad arra, hogy a diákok ebből sokat tanuljanak. Ugye az alsósoknál, mint tudjuk, egy egész hetet szenteltek ennek, a felső tagozatosok számára pedig egy szerdai napon valósultak meg azok a dolgok, amiket elterveztetek. Most miket is kaptak a felső tagozatosok az egészségneveléssel kapcsolatban? Akkor kicsit előrébb kezdeném, tehát az egészségnevelés, az tágabb értelemben a fenntarthatósági témakör része, és a fenntarthatóság, mi ökoiskola vagyunk, ezért a fenntarthatóság egész évben kiemelt szerepet kap a nevelésben, oktatásban. Nem csak a tanév során, hanem a kitüntetett témanapokon is foglalkozunk vele. A felsős egészségügyi napon 4 nagy témakör köré rendeztük az előadásokat és a tevékenységeket. Meghívtuk Lőrikné Markovics Kittit, aki a sebkezelésről, mint beavatkozási lehetőségről beszélt a gyerekeknek, és nagyon látványos, gyakorlati elemekkel gazdagította az előadását. Kipróbálhatták a gyerekek a különböző típusú sebek gondozásának, ápolásának módját, gyakorolhatták a valóságban is, a különböző sebkötözési eszközökkel megismerkedtek, és egymáson kipróbálhatták, hogy egy ilyen sérülés esetén egy kisgyermek vagy egy nagyobb gyermek mit tud segíteni társának, vagy akár a saját sebének a kezelésében. Kiemelném, hogy Kitti arra is hangsúlyt fektetett, hogy beszélgetett a gyerekekkel, és tulajdonképpen tudatosította bennük, hogy hol az a határ, amit nagyon nehéz meghúzni, hogy amíg még elég, hogy én beavatkozok, és hol az, amikor egy felnőttől már segítséget kell kérni, mert már kevesek vagyunk ahhoz, hogy mi egy sebet ellássunk. Az előadás után a gyerekek rendőrségi előadáson vehettek részt, Sárdi Tíme, a iskola rendőr tartott nálunk előadást, és ez egy előadás sorozat része. Ugye a korosztály számára a megelőzés, a prevenció talán a legfontosabb az egészségügyben, hogy megelőzzük a bajt, a gondot, és a mentális egészség területén egy előadás sorozat zajlik az iskolánkban. Ez kezdődött ősszel, amikor szeptemberben a szülőknek tartottunk egy külső szakember segítségével egy zaklatás témájára épülő előadást. Ott a szülői munkaközösség tagjai vettek részt, és ott arról tájékoztatták őket, hogy egy szülő miről ismerheti fel, hogyha esetleg a gyermekét valamilyen zaklatás éri bárhol az életben, akár a valóságban, akár pedig az internetes közösségi tereken. Ennek az előadássorozatnak a következő állomás, hogy a gyerekeket is megismert a zaklatás különböző fázisaival, folyamataival, típusaival, hogyan ismerik fel a jeleket, miben segíthetnek a korosztály tagjai egymásnak. Sárdi Tíme levetített nekik egy rendőrség által elkészített valós tényekre épülő dokumentumfilmet, amit a gyerekek kielemeztek, de mivel kevés volt ez az egy délelőtt, ezért majd folytatódik ez a előadás sorozat osztályfőnöki órák keretében és az informatika órák keretében, akkor pedig az elektronikus közösségi terek biztonsági eljárásait fogják megismerni a gyerekek, és majd a szülőket is szeretnénk ebbe szintén bevonni. A következő nagy téma az a fogápolás és a különböző fogbetegségek megelőzéséről szólt. Tájékoztató anyagokat helyeztünk ki a gyerekeknek az aulába, ők ezt elolvashatták, és itt arra helyeztük a hangsúlyt, hogy mint közösség együtt oldjanak meg feladatokat, és közösen kellett egy totót kitölteniük. Hát annyira jól sikerült, hogy holtverseny született az első, a második és a harmadik helyen is, úgyhogy még a legkisebbek, az ötödikesek is nagyon pontos válaszokat adtak, és csak egy vagy két hiba pontjuk volt, tehát tényleg azt láttuk, hogy hasznos ismertető anyagokat kitenni, ott hagyni hosszabb ideig a felületeket, és a gyerekek előbb-utóbb elolvassák, értelmezik, és közösen nagyon szépen válaszolják meg ezeket a fontos kérdéseket, és így tudatosul bennük, hogy mit tehetnek fogápolás terén. A fogszúvasodás megelőzése volt egyébként
egyébként a fő téma. Ugye mindig igyekszünk a korosztályt leginkább érintő kérdéseket átbeszélni velük. És hát a legutolsó állomás az természetesen megint egy közösségi feladat volt, az pedig az egészségügy kapcsán plakátkészítés. Iskolákban hagyománya van annak, hogy időszakonként minden témáról az osztályközösségnek a saját osztálytermében plakátot kell készíteni a fali újságára, és ez nem csak a nemzeti ünnepköröket öleli fel, nem csak a nemzeti öntudatokat erősítjük, hanem ezzel, hogy az egészségnapon is kell plakátot készíteni, az aznapi ismereteiket összefoglalóan tulajdonképpen bármilyen forrásból hozhatnak anyagot, és elkészítik az osztály közösen, hogy ők mit tartanak az egészségvédelemben a legfontosabbnak, és mi az, ami számukra időszerű vagy fontos ebben a kérdésben. Úgyhogy elkészültek ezek a plakátok, azt is meg lehet tekinteni az osztályokban. És ez az egészségnap, ez egy rövid nap volt, mert ugye ez tanítási nap, nem témanap, tehát itt 3 tanóra állt a rendelkezésünkre, de elég volt, hiszen egész tanévben, ahogy mondtam, foglalkozunk az egészségneveléssel, a fenntarthatósággal, hiszen ökoiskolaként ez alapvető kötelezettségünk.